Nagyon pozitív, nagyon tetszett a játékosoknak, ahogy ők fogadtak az egész új stábot, illetve hát aztán különösen természetesen kint a pályán az edzés, hogy mennyire odaadóak, ez azért fölmerült bennem kérdésként, és hát nagyon-nagyon jó eső érzés most így az edzés után, hogy látva, hogy nagyon koncentráltak voltak, mosolygósak is, amit kértem tőlük, hogy felejtsük el, hogy mi volt a múlt, és menjünk előre. Futballozni csak érzelmekkel lehet, és élvezni kell a játékot, amellett, hogy nagyon fontos a fegyelmezettség, ezt abszolút kértem tőlük, hogy fegyelmezetten, de hihetetlen odaadással, és bátorsággal, amit föl kell őket szabadítani ebből a pici görcsből, ami most érthetően a sikertelen időszak után bennük van. Úgyhogy nagyon elégedett vagyok, és nagyon örülök, ami ezen a mai napon is történt. Ugye itt az egész létesítményen belül az itt dolgozókkal hihetetlenül tetszik, hogy mindenki akar segíteni, mindenki várja azt, hogy elinduljon a csapat, és hogy jöjjenek a sikerek, és a játékosokon is ezt érzem, úgyhogy bízom benne, hogy napról napra majd az edzések által egyre jobban összecsiszolódunk, és nagyon-nagyon jó munkát fogunk végezni, amitől azt várhatjuk majd, hogy a mérkőzéseken is sikeres lesz a csapat. Hát ez minden várakozásomat felülmúlta, és hát nagyon sokkal tartozom a szurkolóknak, azt érzem. Azt elvárhatják tőlem, hogy mindent el fogok megtenni azért, hogy a csapattal megtegyem azt, ami kell, és hogy sikeres legyen majd a csapatunk. Hogy hihetetlen jó érzés volt, tényleg libabőrös érzés, amiket írtak, és nem gondoltam volna, hogy tudtam, és hogy az utcán az elmúlt években nagyon sokszor megállítottak, Géza, mikor jössz már vissza, és ez készült a szurkoló is, és készültem én is, és hál' Istennek, hogy ez megtörtént, de érzem a felelősséget is, érzem azt, hogy nem elég csak jópofizni és mosolyogni, és majd akkor lesz valami, hanem nagyon sokat kell dolgozni, és minden pillanatot kihasználni arra, hogy az lebegjen nekem is, és aztán majd természetesen a játékosok szeme előtt is, hogy nagyon-nagyon dolgozni kell, és aztán futballozni, és élvezni a játékot, de kell az a fajta fegyelmezettség is, ami nélkül nincsen jó munka. Igen, azt, hogy egy nagyon odaadó, amit én az Újpesttől én is itt az elmúlt két időszakomban megtanultam, hogy egy nagyon odaadó Újpest kell, egy bátor Újpest, és igenis ez többször hangsúlyozták nekem, hogy mi vagyunk az Újpest. És ez ne egy nagy képűségbe menjen át, hanem igenis egy önbizalomtól duzzadó, még ilyen állapotában is elvárható az egész csapatunktól, edzői stábostól és stáftól együtt, hogy igenis higgyen magába és higgyünk magunkba, és amikor fölmegyünk a pályára, akkor óriási nagy hittel és lelkesedéssel, és az út nincs elveszett labda az utolsó pillanatig, tehát ez egy alap elvárása, aki az Újpest kötelékébe tartozik, és én ezt igenis vissza akarom vezetni, hogy látva most itt a keddi mérkőzést, hogy alig várja a szurkoló is, hogy a játékos, a csapat megtegye mindent annak érdekében, akkor ő mellé fog állni. És most először nálunk van a labda, úgymond, és nekünk kell bizonyítani, hogy mi erre készen állunk, és ezt mi vállaljuk, hogy egy ilyen felfogású csapat kell, hogy a pályán legyen, mind az edzéseken, mind pedig nem beszélve a tétmérkőzéseken, a mérkőzéseken. Ugyanakkor meg játszani is kell. Tehát ezt a kettősséget is akarom átadni, és ez egy nehéz feladat, hogy akkor mosolyogni is, meg azért nagyon fegyelmezettnek lenne, hát ez marha nehéz ezt megcsinálni, mégis azt gondolom, hogy erre kell törekedni. Tehát arra, hogy itt mi nem ismerünk elveszett labdát, hogy mi bátran az ellenfél tér felén is akarunk labdát szerezni, nem csak ott majd elrontanak és hátrálunk, hanem az előre játék az persze, hogy fontos volt is mindig is az elmúlt két időszakomban. Most talán, hogy én is rutinosabb lettem, azért tudom azt, hogy a jó balansz, a jó egyensúlyt meg kell tartani a támadásaink és a védekezéseink között. Erre lehet számítani majd Diósgyőrben, hogy egy megalkuvást nem tűrő, és végig az első pillanattól az utolsóig fókuszáltan a győzelem reményében fogunk a pályán lenni.
úgy érzem, és ezt mondtam az öltözőben is, hogy vannak olyan játékosok, akik igenis olyan minőséget képviselnek, amitől azt várhatjuk, hogy azokban a bizonyos szituációkban jól reagálnak, gyorsan reagálnak, és jól döntenek, amivel helyzetet tudunk kialakítani, amivel gólokat tudunk szerezni, vagy éppen a hátsó alakzatunk egy nagy mentést tud végrehajtani, amikor az ellenfelünk van olyan pozícióban, hogy gólszerzési lehetőség van, és akkor egy jó döntéssel, egy jó bezárással, egy jó odacsúszással menteni tudnak, de ugyanez igaz, hogy most csak gondolok egy Csobot Kevinre, vagy Simon Krisztiánra, és még sorolhatnám azokat a játékosokat, akik igenis minőséget képviselnek, és tudnak futballozni, és tudnak sikeres csapattagokká válni az elkövetkező időszakban. Én beregethetem a vállamat, hogy én milyen jó edző vagyok, de ez nagyon lényeges, hogy ott a játékosokat úgy felkészíteni, hogy azok jól tudjak dönteni, és akkor majd a játékosok meg a csapat fölemel engem is, és akkor se fogom azt gondolni, hogy én vagyok a legjobb edző, hanem ők nagyon jól teljesítenek a pályán. Itt egyértelműen, hogy talán, hogyha erre ráfókuszálunk, hogy az előbb elhangzottakhoz igazodunk, és ehhez mindig tartjuk magunkat, akkor igenis fognak jönni a győzelmek, abban biztos vagyok. Mert hogy kell, hogy a csapat mellett ott legyen a 12. játékos, az itt az Újpesten, azt talán az első között találta ki, azt hiszem az ultrák, hogy ők igenis ott vannak, és ők a 12-ek. Ez most nagyon kell, és én azt gondolom, hogy lépésről lépésre tudunk haladni. Persze, hogy az lenne a legfontosabb, hogy minél följebb legyünk, és nem szeretem ezt a két számjegyű pozíciót most, hogy a csapat 10., és igenis arra kell törekednünk, hogy minél gyorsabban ez a szám, ez csökkenőbe legyen, és menjünk oda föl, ahol ez a csapat joggal elvárható, hogy ott legyen. És amit bizonyított is a szezon első felében, hogy azért azok nem voltak véletlenek azok a győzelmek. Ez a csapat igenis tud. Most pont arra van szüksége, hogy egy kis lökés legyen, egy kis összefogás legyen, hogy elhitessük a játékosokkal, hogy igenis tudnak, viszont mivel ez a futball, ez egy csapatjáték, amellett, hogy az előbb említettem, hogy egyéniségnek kell ott jól dönteni, de ugyanakkor meg csapatban kell dolgozzunk, mind a stáb, mind a pályán a játékosok, és hogy csapat legyünk. Nem szeretem azt nagyon, hogy azt mondjuk, hogy itt a kiesés ellen küzdjünk, ugyanakkor meg tudjuk, hogy nehéz a helyzet, de most ezt el kell felejteni és ráfókuszálni arra, hogy jöjjenek a győzelmek. És ahogy itt láttam a mai első edzést, ha ezt szépen szisztematikusan dolgozunk azon, hogy hasonló felfogásban legyenek az edzések és a felkészülés a mérkőzésekre, akkor a mérkőzéseken is ezt viszont fogjuk látni, és akkor jön a győzelem. Tehát most itt nagyon nehéz azt ígérni, most szerintem mindenki azt várja, hogy legyen egy egységes, egy picit szerethető Újpest, és persze a legfontosabb az, hogy győzelmeket és pontokat tudjon szállítani a csapat az elkövetkező 14 bajnoki meccsen, és reméljük a kupa meccsen is azért oda tesszük magunkat.